csurgó zenekar szórakoztatta a bátaszéki élmény piacra látogatókat vasárnap délután a Székelyek házában. A kulturális programokkal tarkított vásárt a Tolna megyei önkormányzat szervezte. 2022 tavaszán kezdtünk el ilyen kulturális élménypiacokat szervezni. Az első állomásaink között volt Dombóvár, Tamási és Szekszárd, és most idén úgy gondoltuk, hogy nem ősszel szervezünk ilyen termelői és kézműves élménypiacot, hanem az adventi időszakot szeretnénk megcélozni. Tettük ezt azért, mert a jelenlegi lehetőségek azok egy picit bekorlátozzák az önkormányzatok számára az úgynevezett kulturális kereteket, és azt gondoltuk, hogy ezzel is tudjuk színesíteni a települési önkormányzatok adventi programjainak a rendezvénynaptárát. És az idei évben, itt decemberben Bonyhádon, Bátaszéken, illetve Kalocsán és Pakson szerveztünk ilyen élménypiacokat. Azt gondolom, hogy ez egy jó lelki és szellemi feltöltődés itt karácsony előtt, hiszen a kézműves termékeket vásárolhatunk helyi termelőktől, úgy, hogy közben kulturális élménnyel lehetünk gazdagabbak. Itt a mai napon Bátaszéken a Székelyek háza adott otthont ennek a rendezvénynek, helyi termelők kiállították a színes portékájukat, és bent a melegben pedig a csurgózenekar gyermekkoncertjét lehet majd látni és hallani, illetve a Sebestyén Pista Kakasdi mesemondónak az esti műsorával fogjuk zárni tulajdonképpen ezt az adventi időszakot, és azt gondolom, hogy ez egy szép felkészülés lesz a jövő heti karácsonyra. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke hozzátette, nagyon fontosnak tartja ezeket a kezdeményezéseket. Én azt gondolom, hogy a helyi termékvásárok azok fontosak, fontos példa mindannyiunk számára, bemutatja a helyi termelőknek az egyéves mindennapos munkáját. Itt sok olyan termelő van, akinek tulajdonképpen az egész éves verejtékes munkájának a gyümölcsét lehet itt megvásárolni. Fontos szerintem, hogy ezeket a kis kereskedőket támogassuk, és azt gondolom, hogy tényleg olyan különleges kézzel készült, vagy kis manufaktúrában, vagy otthon készült termékeket lehet kapni, amit egyébként nagy kereskedelemben nem lehet, és nagyon magas színvonalú termékeket lehet itt vásárolni, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes körbenézni ezeken a vásárokon. A programmal egy időben a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre Egyesületük karácsonyi összejövetelét tartotta. Az eredeti elképzelés az volt, hogy mint minden évben mi is tartunk egy karácsonyváró műsort itt a saját házunkban, és erre igazából történt egy megkeresés a megyei önkormányzat részéről, nevezetesen Zsikó Zoltán alelnök úr részéről, hogy amennyiben itt lesz rendezvény a Székelyházban, akkor az udvarra a piacosok, kereskedők, kézművesek érkezhetnének-e, és így ezáltal összeszerveznénk a két programot. Mi programunk csupán egy családias összejövetel, hiszen az elmúlt időszakban hosszú hónapokon keresztül készültünk a bukovinai és székely körútunkra, ahova egy műsort vittünk el, aminek az ősbemutatója tulajdonképpen tavaly ilyenkor karácsonykor a kultúrházban volt, és mivel erre rengeteg idő elment, új programot nem tudtunk kidolgozni, új műsort a táncosainkkal, de hála jó Istennek az utánpótlásunk él és virul, és hétről hétre együtt próbál, így hát most egy picit inkább őrájuk hagyatkoztunk. A zsíros kenyér, forradbor és a tea az adott, az minden évben adott. Az egyetlen változás az, hogy már itt tudunk lenni a saját otthonunkban.